Sziasztok, Jöci vagyok, itt van velem Anti. Sziasztok! És a Boys negyedik évada is elindult. 14-én föltették szépen a három részt, ezt díjazzuk, így is kell mindenkinek. Na most annyit előjáróban, hogy én már a harmadik évaddal is le vagyok maradva, de ugye Anti teljesen képbe van. Én a képregényekkel vagyok kicsit azért jobban képbe, és amit itt az adás elején meg kell említeni, hogy a Szukics kiadónál előrendelhető az amerikai kiadásnak. Igen, az első kötet, én is már előrendeltem. A fordítása, és ez egy elég szép kiadó. A Szukics azért nagyon egy igényes kiadó, aki nagyon várta már, hogy magyarul mikor jelenik meg, az már előjegyezheti. Azt írták egyébként ugye, hogy az első kettő, de a második részt is láttam. A második még nem, tehát csak az elsőt láttam. Igen. Meg szerintem, az elsőre is jegyeztem elő. Én is az elsőt, na azt előjegyeztem. Ugye hezitált egy kicsit a Szukics kiadó, hogy ez nagyon durva egyébként. És hát, igen, hát azért nem egy gyenge képregény. Hát itt a negyedik évadnál, hogyha itt a harmadik zárása, ugye lement a Hirogazm, ugye az ominózus rész. És ugye Amazon. Amazon, tehát szigorúan Amazon. Nagyon jó minőségben, nagyon jó szereplőkkel, nagyon jó castinggal, ugye a Hirogazmos rész, meg ugye a harmadik évad után jött egy Gen V. Ami hát tök jó ami lett. Ami tök jó, megnéztük, szerintem adást is csináltunk róla. Az is teljesen rendben volt, tehát az szépen felvezette a Boys negyedik évadját. Ja, hogy ez összefügg? Igen, persze, hogyne összefügg. Ja, azt hittem tök külön. Hát valójában ott a Szupik elleni vírus csinálnak, tudod, aha. Godolkin Akadémián, és ugye az volt a lényeg, és hogy volt egy ugyanolyan, mint a fejrobbantó Szupi, ugye olyan volt, olyan csaj le, az egyik csaj ugyanolyan, ugyanaz a képessége bír, mint amivel a fejrobbantós Szupi, és hát arra mondta a Homelander, ugye leszáll az utolsó részbe, spoiler, ha esetleg valaki nem látta volna. A negyedik, a harmadik évad. A Gen V-nek az utolsó részébe, ugye megtörténik ott az ominózus csata jelenet, és akkor így leszáll a Homelander, és akkor mondja a hazafi, és így mondta, hogy miféle állat vagy te. És így mondta a család, hogy micsoda, gyűlöld a fajtádat? És akkor szétégeti, tudod. De valójában nem hal meg, mert ő is ugye gyógyul meg minden. Úgyhogy úgy az valójában a felvezetése a Boys 4-nek, és ugye a Butcher ezen ügyködik itt, hogy megalkudoznak is, tehát próbálok itt spoilermentesen beszélni, de hát a nagy Boys fanok. Hát a Boysról nem a tudsz. A Boys fanok, tehát ők már rajta voltak ezen. Egy dolog, ami engem nagyon érdekel, a Black Noir-ra mi lett? Hát itt úgy oldották meg, hogy ugye Black Noir-nak kitépte a gerincét a harmadik évad végén. De itt úgy oldották meg, hogy egy színészt tettek be, aki Noir-t játsza. Tehát, hogy mintha a Noir nem halt volna meg, csak mindig oltogatják, mert Noir nem beszélt. És akkor a csávó meg mindig beszél. Tudom, mondta, hogy hát én tök jó tudnám hozni a karaktert, hogyha azt mondanám. Na de várj, bocsánat, csak hogy értsem már. Nem az igazi Black Noir volt, akit kinyírt a Homelander? De, az igazi Black Noir volt, akit kinyírt, akinek kitépte a gerincét, csak ugye ők úgy oldották meg, hogy a hetek mint brand megmaradjon, ezért a Noir nem halt meg. Tehát csináltak egy dublőrt. Na és nem akarok senkinek képregényes spoilert lőni, én itt már nem. Igen, tehát ott már elmentek a képregénytől. Ha jól tudom, hát... Igen, nem, hát mert ugye... A végére emlékszem a sorozat nagy csattanójára, és... Nem ott akarok spoilerezni, de aki olvasta a képregényt, írja már meg, hogy ez volt-e, mert én nem... Nem, mert ott a Homelandernek ugye mondta, hogy spoiler, az alter egója volt a Noir. Igen. De jó, hát akkor ugye a képregényben úgy volt a vége, hogy ugye ott már bombázzák a szupereket, már minden, és ugye a végső leszámolásban Homelander és a Black Noir csap össze, és lekerül Black Noirról a maszk, aki valójában Homelandernek, mert ugye őt tenyésztették, a Homelandert. Igen. Hát a katonasrác spermájából. Igen, és hogy ugye az a lényege, hogy a Black Noir is egy nem ennyire elborult Homelander. Uh-huh. És végül ott van egy végső összecsapás. Na most, hogyha, mert Anti mesélte a harmadik évad végét, mondom, ez nem lehet. Igen, mert ott eltértek már. És akkor nekem így innentől már nem. Aha. Hát mindegy, egyébként jó a történet, mert amerre viszik, az valójában itt egy ilyen felnőttkori válságjában van a Homelander, mert ugye itt úgy volt a vége a harmadik évadnak, az volt, hogy megdobták a fiát egy műanyag pohárral, a Ryan, és
szétégette a csávót azonnal, de nyilvánosan. Igen. És ez miatt neki bíróság elé kell állni. Tehát úgy van, hogy bíróság elé megy a Homelander, vissza kell, hogy vegyen az arcából, meg ugye a legnagyobb problémája a Homelandernek, hogy öregszik. Hát, hogy ilyen nem halhatatlan, hanem csak sebezhetetlen. Uh-huh. De valójában a sebezhetetlensége is olyan, hogy fülön tudta szúrni az Amazon, ugye a fülébe vágta a tollat, és jött a vére, uh-huh. meg ugye amikor a Butcher bevette a vét, meg ugye a katona sráccal azért ott elverték rendesen, és ott ő megijedt. Tehát életében először félt, hogy úristen, most itt ő meghalhat. El is menekült egyébként, mert ott a katona srác majdnem kinyírta. És ugye úgy van, hogy valójában neki egy ilyen, a csillagfénynek van egy szervezete, a csillagfény szórók, és akkor tüntetnek a hetek ellen, hogy ők ilyen elnyomó szervezet, meg vévegyület, meg minden, ugye a szupik ellen, és akkor a Homelander fanok, azok így, hát így balhéznak az utcán. Uh-huh. De a Homelander, mivel hogy hát így egy ilyen szolid pisilésnél, mondjuk finoman mondom, vagy egy pisilésnél egy ilyen szőrszálat talál magán, ami ősz, és ezeket ő gyűjtögeti, és teljesen remeg az agya, meg teljesen skizofrén már egyébként, meg van hűlve, teljesen olyan szinten megőrülve van, hogy nem egy tükörbe összetörve, nem egy képet lát, hanem 5-6-ot. Tehát, hogy az egy összevesznek valamelyik. A képek nagyon jól játsza a Jason Starr, aki játsza Homelander, nagyon jól játsza, és így remeg az arca meg, hogy öregszik, hogy az arcát is CGI-ozni kellett, meg retusálni, és hogy ilyen nem volt. És ő ezt így most érzékeli, hogy hát neki vége lesz hamarosan, és ugye a Butcher, mivel hogy benyomták a ideiglenes vévegyületet, ott ilyen fekete köd van az agyába, tehát ő is már haldoklásban van, Franci is válsággal küzd, ugye anya te is válsággal küzd, és, de viszont neki nagyon jó pólói vannak, még mindig. Tehát, hogy Rakim B, Eric B pólóban van, de nagyon jó, ilyen fekete íze, tök jó a logó, tehát nagyon jó meg van csinálva, meg ugye ízében Outcast pólóban nyomja, tudod? Igen. Persze, hogy nagyon jó pólókat nyomat, tehát ott biztos ki van neki találva ez a stílus, de nagyon jó. És hát ugye ő nem eszik, és le van fogyva az anyatej. Ugye Kimiko meg kezd több mindenre emlékezni, hogy mi volt arra a napfénytársasággal, a terrorszervezettel, akik őket elrabolták és szupit csináltak belőle. Tehát ott is kezdő is bekattanni, és hát a Huey-nek ugye az apja megbetegszik, és előkerül az anyja, amit tök ki van, de ez az első részben van, tehát nagyon tömör. Aha. Tehát nagyon tömör az első három rész, meg ugye a Homelander próbálja nevelni a gyereket, de a Ryan nem olyan, mint ő. Tehát ő nem olyan. De hiába mondja neki például a Homelander, hogy hát az emberek azok játékszerek, azok nem olyanok, mint mi vagyunk, tudod, és így öldököl ugyanúgy. Meg ugye a heteket próbálja terrorizálni. Mi van a Deep-el? Hát a Deep az úgy van, hogy ő most büntibe van, de a heteknek a tagja, de büntibe van, mert hogy a polippal való kapcsolatára rájöttek, és ugye bebukott, és hát hogy ők együtt vannak a polippal, és akkor mondta, hogy kinyírtad már dögöt? Mondta, de nem, mert elrejtegeti a szállásán, és akkor ők valójában párkapcsolatban vannak a polippal, tehát itt a beteg vonalon vannak. A étrénnek ugye meg előjött a bűntudata, tehát hogy ő rossz, meg, és akkor azzal megy a matek, tehát azt próbálják a Butcherék egy kicsit dolgozgatni, az étrént, ami tök jó sül el egyébként, és hát meg ugye a heteknek kellenek az új tagok. Mert a hetek már nem hetek. Uh-huh. Négyek nem lehet. És próbálják a brandet építgetni. Mi van a nővel az Amazon? Hogy... Hát ő eltűnt, most ő elbújdosik, majd valószínűleg visszahozzák, de egyelőre még nem derült ki. És ugye az az okosság, hogy hát új tagokat kell választani, és van egy ilyen tag, hogy bölcs nővér, akit környékeznek, de ők kiugrottak már a helyről, de ők együtt voltak régen, ők már találkoztak egymással a szupik között ilyen táborba. Hát a bölcs nővér, ő a legokosabb ember a világon. És ugye a Homelander megkeresi, hogy lépjen be. Mert hogy neki nem mernek ellent mondani. Uh-huh. De olyan dolgokat csinál a Homelander már, hát ezt majd nézzen, látni is fogjátok, hogy amikor bekattanak, nem mernek ellent mondani se a Deep, se az étrén, hogy
Hát, hogy ilyen szolidan, hogy jó, akkor most vedd le szája. És még le is térdel a Deep. És akkor mondta, úristen, de egy undorítóak, ilyen gyengék vagytok, ti vagytok a hetek, tudod? Úgyhogy nagyon durva dolgokra kényszeríti a Homelander már őket, amikor bekattan az agya, de mivel nem mondanak neki ellent, neki kell valaki, aki ellent mond neki. És akkor ezt a bölcs nővér találja meg, hogy ő okosabb, mint mindenki, minden ember, és így jó stratégiákat felvázol neki, ami tök jó egyébként ahhoz, amit a Homelander akar. És jó, felmentik a Homelandert, meg kitalálják, hogy aki megdobta Ryant, az anarchista volt, és akkor direkt ölte meg, mert terrorista, és akkor nem tudom, meg kell tölni. És ilyen úgy van az egész felépítve, hogy hát itt már van egy végjáték szaga. Igen, 5 évad lesz. Igen, tehát ez az évad van, még egy évad lesz is vége, tehát valójában a Gen V fog menni tovább, valószínű, hogy ez a farvizen ott szépen tovább fogják húzni azt a vonalat, és hát itt a Homelandernek azt kell megnézni, hogy ugye azt, amit feszegetnek, hogy hát akit felvesznek például Petárda nevű csajt, aki hát együtt voltak például a csillagfénnyel valahol, és akkor plegykákat terjesztett róla, és akkor stb. Őt egyébként lehetett látni a gátlástalanokban azt a csajt, úgyhogy tök jót játszik ő is ilyen. Ő az ilyen laposföld, jaj. Laposföld, anunakiak és mindenféle hívők vannak, tehát ilyen összeesküvés elmélet blogja van, és az összes ilyen, hát a rasszista, náci és egyébben van brancsba. Yeah, de jó. És ugye a bölcs nővér mondta, hogy kell neki, az a réteg is kell nekik. És akkor azt bekóstolják, meg minden is beveszik a hetekbe. És akkor bekóstolja a Homelandert, tudod, hogyha kell bármi, akkor szóljál. Bármi. De akkor pont egy ilyen bekattanásában van, és így remeg az arca, meg nem lehet tudni, hogy elsírja magát, vagy nem tud, olyan állapotban van. És akkor mondta a csaj, hogy akarsz valamit, gyere. Tudod, bármit akar, gyere. Tudod? És akkor már mondta, hogy hát valami felkínálkozott a Homelandernek, de hát a bölcsnővér az közben intézi a kis dolgait, tudod, hogy hát ő a nagy szarkavaró szó szerint. Ebbe az évadban ő nagyon nagyot fog hozni. Egyébként tök jó játsza ez a csaj. Úgyhogy van, de tök jó viszik ott tovább a sztorit, meg ugye elég jól a karaktereket is úgy szétbontogatták, meg a francit bontogatják jobban. Azt egyébként elég érdekesen, hogy ő honnan jött, mit csinál, tehát azt kezdik el jobban. Meg ugye, amit már a trailerbe elszpoilereztek, Negant is be kellett, hogy rakják ugye a Walking Deadből, úgyhogy itt van az ember, ő is egy régi ügynök társa a Butchernek, úgyhogy vele is intézik a dolgokat. Úgyhogy érdekes. Tehát ott azért érdekes, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak most kihozni a sztoriból, így a Homelanderre, mert valójában a katonasrác is lesz, az Amazon is lesz, tehát mindenkivel fognak majd valamit csinálni, de valójában itt a Godolkinon kifejlesztett vírussal akar valamit a Butcher csinálni, amit már el is lőttek a Gen V-be is, meg itt az első részben már erről szó van. Úgyhogy jó lesz ez a Boys, én várom a következő részt a jövő héten, tehát teljesen világít, tehát várom, egész évad szerintem rendben lesz. Amazon Plus, Boys. Boys. Sziasztok. Sziasztok.